Na, szevasztok, és most itt vagyunk az Abu Dhabiba. 27 fok van, és a 14. helyről fogunk rajtolni. Megnéztem, ha ő most jól láttam. Az előző videóban mondtam ugye, hogy még két verseny van. Nem, mert ezzel együtt három. Van még ugye ez az Abu Dhabi, és van még egy amerikai, és úgy brazil. Az amerikait kihagytam. Szóval akkor a következő videó az Amerika lesz, és utána Brazília. És akkor most a 14. helyről kéne, Sutil Maldonado, vagy né? Jaj, itt van Sutil, ott van Sutil, Diresta, és akkor Maldonado. Nem volt ez valami rossz ez a rajt. Közönség tombol, de mindjárt én is. Ilyen manővereket végrehajtani. Na szóval akkor ugye rajt utána 9. helyen vagyunk, Botta, Button van előttem, és akkor Perez mögöttem, szóval pontszerző helyen, hát ez egy egész jó verseny idáig. Sikerült megelőzni őket, úgyhogy most már 7. helyen vagyok. Látszik, hogy az előző versenyhez képest, vagy előző videóhoz képest, hogy ezt a pályát már ismerem. Ezen már mentem egy jó párszor. Ismeretlen pályán egyből versenyezni. Rázókövön még mindig nem lassul az autó. Button. Visszaelőzött, szóval most a 8. helyen vagyunk. Perez mögött. Így desít a nap. Rázott, hogy egy picit megvezette az autót. Még belefért. Nyolcadik hely. Egy is félkör van még hát, a DRS nem tudom nyitni, nem vagyok egy másik percet, meg tényleg ez úgy csak harmadik körtől lehetne, de majd már pont vége van a versenynek. Rátettem a rázókörre a jobb oldali gumit, és az egyből blokkolt. Szóval ugye a rázókövekkel nagyon vigyáznom kéne. Hopp. Lecsúszott a kezem a váltóból. Perez van még mindig mögöttem. Most már előttem. Ez csak azért érdekes, hogy itt nem tudom mi lehetett a problémosz, mert azelőtt pördültem meg még mielőtt ráadtam volna a gázt. Az autó magától meg nem pördül meg ugye, úgyhogy örök rejtén, nem ugye az a lényeg, hogy visszaestünk a 12. helyre, és ez az utolsó kör, a harmadik. Első szárny egy picit sérült. Érzem is, hogy ez egy jócskával ezt tettem a leszorító erőből.
Igen, ott van, ami 7 tized. Az, hogy odavágtam a falnak. Én vagyok a kivetítő. Ott lent. Girázt, ide jön. Elfékeztem egy picit. De berángatott a rázókő. Most a 14. hely. Nagyon óvatosan, így. 13. hely. Emiatt megnyerte a versenyt. Jó kigyorsítás, Bottas van mögöttem. Szóval egy 13. helyre volt elég most ez a verseny, ami nem is volt olyan rossz, ezt most jeleztem is, nem úgy, mint az előző, az indulai hitelet. Ez brutálisan rossz volt. Na szóval akkor a következő verseny az a amerikai. Na, szevasztok!